Ebben az évben is a vonatkozó törvénynek megfelelően ingyenes szünidei étkeztetést biztosít az önkormányzat a rászoruló gyermekeknek. Ez a gyakorlatban napi egyszeri melegételt, ebédet jelent, melyet most is június 16 és augusztus 15 között vehet igénybe, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Nagyon fontos, hogy már 6 hónapos kortól jogosultak rá a gyermekek, akinek az előző jogosultsága fennáll, az azt jelenti, hogy bölcsödések, óvodások, középiskolások, általános iskolások, és ami még nagyon fontos, hogy hozott egy rendeletet az önkormányzat egy pár évvel ezelőtt, és ez a kör kiegészült tulajdonképpen a fiatal felnőttekkel, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, nappali tagozaton tanulnak, de még a 25 évet nem töltötték be. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy még plusz ők is igénybe vehetik ezt a szolgáltatást. A 826 jogosult közül azonban eddig mindössze 107-en jelentkeztek. Az igénylés benyújtására június 8-áig van lehetőség az önkormányzat szociális csoportjánál. Az előző évekhez hasonlóan most is a Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodájában, a BEM iskolában, a Táncsics Budai úti tagiskolájában és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodájában lesz lehetőség átvenni az ebédet. Nagyon fontos, hogy ugyanúgy, mint az eddigi években, egy kártyát kapnak, akik mennek az étkezésért, tehát déli meleg étkezésről van szó, minden nap majd az általam említett 4 helyen át lehet venni, 12:30-1:30 kártya felmutatással, akinél nincs ott a kártya, az nem tudja igénybe venni, és a szülőnek kötelessége, és kérjük is, hogy nyilatkozzon arról, hogyha elutaznak, tehát nyári szabadságukat töltik, vagy beteg a gyermek, akkor előre szóljanak, hogy nem fogják igénybe venni. A kérelmeket a jegyző a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek nem jogosult. Írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele továbbra is, hogy a gyermek hátrányos helyzete az étkeztetést megelőzően 30 napig fennálljon.